Láthatóan tetszett a televízió kamerája picinek, az egyéves Yorkit rendszeresen sétáltatja erre a gazdája. Boros József azt mondja, ha nyaralni menne, biztos, hogy rokonokra bízná a házi kedvencét. Vannak a unokák, a nagylányom, az itt lakik fönn a hegyen, akkor arra bíznám. Ha kedvencünket külföldre szeretnénk vinni, annak szabályai is vannak, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Hogyha például a házi kedvencünket utaztatjuk az EU-n belül, akkor nagyon fontos, hogy kizárólag a lakóhely szerint illetékes állatorvos által kiállított úgynevezett állatútlevéllel történhet meg a szállításuk. A NAV szerint külön szabály vonatkozik a gyógyszerekre is. Ha például valaki folyamatos gyógyszeres kezelés alatt áll, akkor kizárólag a kezelő orvos által előírt mennyiségű gyógyszert viheti magával a tagállami utazásai során, és erről nagyon fontos, hogy kérjen a házi orvosától igazolást. Hogyha például valaki harmadik országba, tehát az EU-n kívülre utazik, akkor nagyon fontos, a kivitelnél be kell tartani a célországnak a jogszabályait is, ezekről pedig a magyarországi diplomáciai képviseleteknél lehet érdeklődni. Az EU-n belüli jövedéki termékeket, mint például alkoholt vagy cigarettát magánszemélyként adómentesen lehet szállítani, viszont kereskedelmi mennyiségnek számít már 800 szál cigaretta, 200 szivar, 110 liter sör vagy például 90 liter bor és pezsgő. Nem csak ezekre, a készpénz mennyiségére is oda kell figyelni a NAV szerint. Hogyha az utas az Európai Unió külső határait átlépi, és van nála 10 000 eurónak megfelelő összegű vagy ennél több készpénz, akár különféle pénznemekben is, vagy pedig ugyanekkora összértékben készpénz helyettesítő eszköz, például értékpapír, kötvény, részvény, akkor ezt köteles bejelenteni annál az adóhatóságnál írásban, ahol az Európai Unió területére be, vagy pedig onnan kilép.